Elsősorban taktikai okokból festette és festi mind a mai napig ennyire vészjóslónak a képet, arra gondolva, hogy csak ilyen erős tónusokkal lehet riadóztatni. Nem taktikázom egyáltalán. Én ezt így gondolom, hogy ennek a civilizációnak ebben a formában, ahogy most működik, növekedés orientáltan nincs hosszú távú jövője. Elég nagy jólétben élünk, elég magasan vagyunk, tehát azért van miből visszavenni. A globális fogyasztás drasztikus csökkentése, ami ugye kívánatos lenne, szembe megy totálisan a profit rövid távú maximalizálásában érdekelt globális gazdasági pénzügyi rendszerek és elit érdekeivel, ami szintén nem egy könnyen leküzdhető akadály. Hát igen, ez a legnagyobb baj, tehát hogy erre nem nagyon van szándék, mert akkor ki kellene szállni ebből a mókuskerékből. Hát ha elengednénk az illúziókat, és az lenne a kérdés, hogy 15-20 év múlva vége a világnak, vagy most elengedünk bizonyos kényelmi funkciókat, lemondunk a jólét egy részéről, akkor szerintem a döntés mindenki számára egyértelmű lenne. Miért gondolja, hogy vagy fenntartható gazdaság, vagy társadalmi összeomlás egymás alternatívája? A nem növekedés gondolata mellett érvelek, hogyha tovább nőnénk, évről évre 3%-kal nőne csak a gazdaságunk, akkor az évszázad végére 11-szeresére nőne ez a világgazdaság. Na most ugye azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy egy olyan világgazdaság, aminek már most túl sok az üvegházhatású gáz kibocsátása, az 11-szeresére nőhet belátható időn belül. Tehát ha valaki azt mondja, hogy a nem növekedés gondolata naív, én erre azt mondom, hogy az naív, aki azt gondolja, hogy ez a növekedés folytatódhat. A nem növekedéstől nem lesz mindenkinek rosszabb? Mindig az a feltételezés, hogy ezt a rendszert az emberek szeretik, de hát ugye egy tömeges a depresszió, tömeges a stressz, tömeges a szerhasználat. Ezt nem szeretik az emberek, ami most van. Szívesen váltanának, ha adnának nekik egy alternatívát, ahol nem kellene ezt csinálniuk, amit most csinálnak. Beszállítói láncok összeomlása, írtózatos mértékű migráció délről észak felé, ebből adódóan etnikai konfliktusok, háborúk, vízhiány, élelmiszerhiány, potenciálisan 100 milliókban mérhető az áldozatok száma. Hát igen, de ez már akkor az összeomlás forgatókönyvet, ez tulajdonképpen nem hangzik túl jól. Tehát, hát enyhén szólva nem hangzik túl jól. Amit Zoltán mondott, az tulajdonképpen egy összeomlás. Én nem kerülném el ezt a szót. Szerintem ma azt kell mondjuk, konkrétan mondanunk kell az embereknek, hogy összeomlás az alternatíva. A növekedés az összeomlás, tehát szerintem nem szabad félnünk kimondani ezt a szót.